A kísérlet első részében az elektromos áram mágneses hatását szeretném bemutatni. Egy felfüggesztett drót szára fogok elektromos áramot kapcsolni, 3 voltos egyenáramú áramforrással. A kezdeti helyzetben a drótkeret síkja párhuzamos az iránytű síkjával. Megkapcsoljuk az áramot és megnézzük, hogy mi történik az iránytűvel. Az egyenáramú áramforrást bekapcsoljuk, és nézzük meg, milyen hatást gyakorol a vezetékben folyó áram az iránytűre. Látszik, hogy az iránytű a korábbi helyzetéhez képest elfordul. Ez annak a bizonyítéka, hogy ebben a vezetékben folyó áramnak mágneses hatása van. Jelen pillanatban az látszik, hogy az áram az óramutató járásával ellentétes irányban folyik. Ebben az esetben a jogkész szabály szerint lehet az indukcióvonalaknak az irányát meghatározni. A vezetékben folyó áram indukcióvonal rendszeren mágneses mezeje hatást gyakorol az iránytűre, és ennek hatására az iránytű elfordul. A második kísérletben körvezető mágneses mezejét szeretném bebizonyítani, illetve demonstrálni. A körvezető jelen pillanatban nem egymenetű, hanem sokmenetű tekercs, és a kísérlet első részében a körvezető síkja párhuzamosan áll az iránytű síkjával. És nézzük meg, hogy mi történik akkor, hogyha egyenáramú áramforrást kapcsolok rá a körvezetőre. Ezt nézzük meg most. Jól látszik, hogy a körvezető mágneses mezeinek hatására az iránytű ismételten elfordul, és a körvezető síkjára merőlegesen igyekszik majd az iránytű beállni. Ez azért van, mert a körvezető belsejében a mágneses mező indukciója dominálni fog, és rákényszeríti tulajdonképpen a saját mágneses mezeit az iránytűre. A földi mágneses mező ebben az esetben sokkal gyengébb. A következő kísérletben felfüggesztett többmenetes körvezető mágneses mezeit fogjuk ismételten megnézni. Bekapcsoljuk az egyenáramú áramforrást, ezáltal a felfüggesztett tekercs mágneses mezővel rendelkezik, ugyanúgy északi és déli pólusa van, mint egy állandó mágnesnek. Nézzük meg, hogy milyen hatást fog gyakorolni az állandó mágnes egyik pólusa és másik pólusa erre a felfüggesztett körtekercsre. Először a piros végével közelítek a tekercs felé. Jól látszik, hogy ebben az esetben a két mágneses mező vonzó hatást gyakorolt egymással. Picit megállítom. Most az állandó mágnes másik végével közelítek a felfüggesztett tekercshez, és nagyon jól látszik, hogy ebben az esetben a két mágneses mező egymást taszítja.